Ez a nyíregyházi fotográfus 20 éve foglalkozik hobbi szinten a fotózással. 2010-ben azonban úgy gondolta, a hobbit egy magasabb szintre emeli, és hivatalosan is kitanulja a szakmát. Elvégezte a fotográfusi OK-s tanfolyamot, így már magabiztosan és profi szinten készít portrékat és esküvői képeket egyaránt. Most azonban a kedvenc természetfotóit mutatta be egy kiállítás keretein belül Bugykán, a művelődési házban. A természet az nekem mindig egy örök szerelem volt, és mai napig gép az általában ott van a kocsiba, és hogyha látok olyat, akkor megállok, lefotózom, illetve természetesen tudatosan is megyek természetfotókat készíteni. Hát az esküvő, illetve portré az majd egy későbbi terv egyébként, hogy lesz olyan kiállítás, és ez egy kicsit nagyobb volumenű, de mármint, hogy több képpel fogok készülni rá, de azt mondom nekem még a természet, és itt adott is volt a téma, hogy bemutatni magát a... Egy picit majd látjátok, hogy tehát a városi közeg, illetve a természet is, hogy együtt tud még működni. A kiállítást hagyományteremtő céllal rendezték meg. A művelődési ház vezetőinek célja, hogy minél több művészeti ágazatot tudjanak bemutatni, és minél több helyi művészt, alkotót ismerhessenek meg a lakók. Ennek első mérföldköve Bakos Zoltán fotókiállítása, amelyet január 5-éig láthatnak az érdeklődők.